Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Sportfórum című műsorunkat látják. Mai témán kosárlabda lesz, hiszen a PVSG Pannon Power felnőtt férfi kosárlabda csapata a múlt héten megkezdte a felkészülést a következő szezonra. A mai vendégeimmel erről fogunk beszélgetni. Pán Gábort és Csirke Ferencet köszöntöm itt a stúdióban. Sziasztok! Annyit tudunk már, ugye, hogy alakul, formálódik a keret a következő szezonra, és először hát hozzád fordulni, Gábor, hogy kiket sikerült igazolni. Most elsősorban a légiósokra gondolok, mert kettő légiós neve már biztos a következő csapatban. Így van, ugye 4-5-ös posztra egy régen Magyarországon, illetve nem túl régen, 2008-ban még Pakson bajnokságot nyert a csapattal Anthony Dill nevű 4-5-ös posztos amerikai játékos sikerült igazolni, az irányító posztra pedig egy Brad Losing nevű amerikai játékos érkezik. Elégedett vagy az igazolásokkal, Feri? Hát ugye elégedett vagyok, kénytelen is vagyok, ugyanis együtt választottuk ki eddig ezt a két külföldi játékost. Ugye a Dillnek a kiválasztása az már sokkal előbb megtörtént, mert ő elvileg, ugye ezt nagyon kevesen tudják, hogy ő itt él Pécset, most már 2 éve, magyar barátnője van, és úgy gondoltuk, hogy ha a center posztra mindenképp szeretnénk külföldi játékost igazolni, akkor kézenfekvő, hogy az ő leigazolását meg kell próbálni. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy ő is egy hónapos próbajáték van a szerződésébe, tehát azért mi is kíváncsiak vagyunk, hogy esetleg, hogy is áll most ő fizikálisan. Az irányítót meg hosszas keresgélés után választottuk ki együtt közösen. Lacival a Gábor is segített ebben. Próbáltam olyan játékost keresni irányító posztra, aki inkább irányító, tehát aki próbálja majd összefogni a csapatot. Mellette azért a pontokat is elvárjuk tőle, és nem mellékes, hogy ő lett a konferenciában a legjobb védő. Tehát ez sem mindegy, hogy mondjuk a 3 külföldiből mondjuk hány fog védekezni, vagy hány áll be a sorba, ugye, mert ez nem mindig jellemző rájuk. Brad Losingról beszélünk. Annyi kulisszatitkot áruljatok, hogy hogy zajlik általában egy ilyen játékos kiválasztása? Mert mondtad, hogy kb. 120 és 150 közötti videót néztél meg így velük kapcsolatban. Ilyenkor általában ledukálod mondjuk egy mitől tucatra, vagy hogy körülbelül ki az, akit el tudnánk képzelni, és akkor utána, hogy mennyibe kerül, utána kezdődnek a tárgyalások, hogy néz ez ki, Gábor? Hát igazából a folyamat az tényleg így van, hogy ugye vagy az ügynökségektől, vagy mi próbálunk már nevek alapján, akik itt játszottak, akikről tudunk valamit, utána kérdezni, hogy most hol van, most hol játszik, milyen statisztikája volt, vagy az újoncok, például a mostani újonc esetében, aki még nem volt Európában, videókat kapunk, és akkor azokat folyamatosan a vezetőedzővel, Ziegler Lacival nézegettük közösen, utána konkrét árat kérünk igazából a játékossal, próbálunk megegyezni, és akkor utána a részletek, amik még esetleg belejöhetnek, és akkor így van a kiválasztása a játékosnak. A csapat honlapján is megjelent, hogy 3 légióssal tervezitek a következő idényt, ez még mindig áll? Így van, így van. Keressük a harmadikat. A harmadikat 2-3-as posztra keressük. Hát ugye még annyi, hogy a kiválasztásnál ugye az első szempont, hogy mondjuk az a 150 videóban milyen kaliberű játékosok vannak, az ott dől el, hogy a legelején meghatározzuk, hogy mennyi pénzünk van a három külföldire, a keret, egy havi keret, és ugye ezek alapján küldik a menedzsereket, mert küldhetnének 2000 játékost is, csak mondjuk nekünk be van határolva, tehát hogy mi mennyi között választjuk a külföldieket. Utána megpróbáltunk utána érdeklődni olyan játékosok után, akik már játszottak Magyarországon, akár Pécsett is. Most tudni kell, hogy egy olyan játékos, akinek Magyarországon volt egy jó szezonja, az sokkal drágább, mint egy ugyanolyan képességű, de még mondjuk nem játszott Magyarországon játékos. Vagy akár aki most kerül ki egyetemről. Tehát nagyon nagy eltérések lehetnek, hogy aki csinál egy jó szezont, az meglátja benne a lehetőséget, és már több pénzt kér itt Magyarországon. És a másik, hogy az irányító srácot le tudtuk informálni úgy is, hogy egy bajai kosaras lány, aki oda jár egyetemre, tehát Baján kosarazott előtte, most ugyanerre az egyetemre jár 2 éve, ő minden hazai meccsét látta, és nagyon jó baráti viszonyban van az ottani fiú kosárlabda csapattal, és ő tőle tudtunk olyan információkat kérni, hogy akár emberi oldalról milyen a Brad,
meg hogy esetleg edzéseken, hogy más, tehát nem az, hogy most az összefoglalók alapján, hanem úgy egy komplettebb jellemzést tudott adni, és ezért döntöttünk. Úgyhogy most a bedobó poszt az egy kicsit nehezebb. Itt most akkor megint konkrétan megvan, hogy már maximálisan mennyit, mert ugye a Brednél még azért mehettünk volna, csak akkor kevesen maradt volna bedobóra. Itt is most megpróbáljuk először azokat, akik már játszottak, itt is ismerjük őket, de kapunk folyamatosan játékosokat. Igen, azért valahol egy picit talán lútri ez, és talán ezért is kerülnek ugye többen azok a játékosok, akiket már láttak Magyarországon játszani legalább egy szezon. Szóval Amerikából ide érkezik valaki, és hát lehet, hogy nem olyan, mint amilyet a videón ugye lehet látni. Emlékszem, hogy az elmúlt időkben pont nálatok a kosárcsapatnál azért volt, hogy valaki jött, aztán mégse váltotta be hozzá fűzött reményeket. De csak azt akarom ebből kihozni, mekkora lútri ez igazából idehozni Amerikából egy játékost. Végülis van benne lútri, az biztos, van benne zsákba most, hogy így fogalmazzam, de ugye a ellenpéldát is tudok mondani, hogy ugye jött hozzánk a tavaly előtti évbe az Elamin, aki újoncként 23 évesen akkor kikerült egyetemről, és 24 és feles átlagot produkált abba a bajnokságba, utána ugye a következő szezonban tavalyiban az Albacomp rögtön lecsapott rá, leigazolta. Tehát bele lehet nyúlni mind a két oldalról, de azért nézünk nagyon sokat, azért informálunk rengeteget utána, azért, ahogy aláírtuk a szerződést személyes kapcsolatba, és én felhívtam telefonon, személyes kapcsolatba kerültünk vele valamilyen szinten, hogy ne csak a sport oldalát, hanem az emberi oldalát is nagyon fontosnak tartjuk ahhoz, hogy idei legyen igazolva egy amerikai játékos. Hát mert pont szerintem a lútri az soha nem a játéktudásba jön ki. Tehát hogyha valaki nem felel meg, akkor nem azért, mert a videó más láttunk. Mert ugye hiába összevágott videó, azért nagyjából az összevágott videóból is, ugye persze nem azt nézem, én soha nem azt nézem a videó, hogy bedobja a kosarat, mert mindenki olyan videót küld magáról, ahol éppen kosarat dob. Tehát nem is a kosárlabda tudásban van itt sokszor a lútri, hanem pont az emberi oldala. Tehát hogy az a lútri, hogy elkerül Amerikából, és teljesen más közeg. És akkor kezdődnek a honvágy, kezdődik az, hogy ő ott sokkal nagyobb sztár volt, mint amit mondjuk itt nincs neki megengedve. Most nem csak Pécsről beszélek, hanem amúgy mondjuk Magyarországról. Tehát hogy ez a legnagyobb lútri benne, hogy emberileg kapunk egy olyan játékost, aki mondjuk nem tud beilleszkedni a csapatba. Úgyhogy itt vannak ezek a dolgok csak. És összességében egy 3 légiós lehet a csapatban, mert ha jól emlékszem, a legutóbbi szezon végén beszéltünk Gábor, és akkor mondta, hogy hát talán 2 lesz, és hogy 3 lehet, akkor ez azt jelenti, hogy nyáron akkor kiválóan dolgozott a vezetőség. Hogy 3 lesz? Vagy igen, 3 légiós lesz. Hogy lehet 3 légiós. Hát igazából, ahogy az előbb is mondtuk, hogy ugye van egy keret, amit el szeretnénk költeni. Most, hogyha ezt a keretet, ezt úgy tudjuk gazdaságosan elkölteni, hogy abból 3 légiós lesz, akkor úgy szeretnénk azt. Tehát normális viszonyok és normális keretek között, mármint anyagilag vagy pénzügyileg gondoltad ezt a kérdést. Abszolút, igen, kicsit dicsérni szerettelek volna, de... Köszönöm, köszönjük. Tehát hogyha így ki tudjuk hozni belőle, akkor persze természetesen úgy lenne a legcélszerűbb, hogyha ki tudjuk azt hozni, hogy 3 legyen belőle ugyanolyan pénzen vagy ugyanolyan áron. Akkor megfordítom a kérdést, háttérbe, hogy sikerültek a munkák itt a nyáron, összeállt-e minden a következő szezonra? Összeáll, de ugye a szezon az egy folyamat, tehát azért még vannak folyamatosan munkák. Hát most indulnak még csak ugye a kezdeti bérlet, jegyek, jegyárusítás, bérletárusítás a későbbiekben. Ugye még a konkrét időpont megvan, hogy október 6-án kezdtünk, de még nincs meg, hogy kivel pontosan, tehát nincs maga versenynap. Ez egy folyamat, de azt mondom, hogy összeáll szép lassan. Ami pedig a szakmai munkát illeti, a kedves nézők már láthattak egy összefoglalót, múlt héten ott jártunk, hogy a csapat egyik edzésén. Hogy álltok jelenleg? Azt tudom, hogy ki volt adva egy házi feladatnak, a játékosoknak néhány kis gyakorlás, hogy elkészüljenek az edzésekre. Hogyan érkeztek meg a játékosok az edzésre? Még visszatérve az előzőhöz, hogy lehetne csak egy külföldünk, hogyha mondjuk mi tudtuk volna leigazolni a Simon Balást és a Német István. Tehát akkor végigjátszanánk egy külföldivel az egész évet. Ugye itt látni kell, hogy azért is lesz 3 külföldink, ami most 2 vagy 3, tehát semmivel nem emeli meg az árat, mert hogyha azt a keretet én csak egy külföldire költeném el, akkor lenne egy nagyon jó külföldim, de megpróbálom 3-ra, mert rajtuk kívül ugye a Kovács Petit és a Tóth Norbit leszámítva
nagyon fiatal a társaság. Tehát, hogyha most azt hiszem, hogy az irányítom is a Brett 24 éves, akkor szerintem messze mi leszünk a legfiatalabb csapat, ami meg nekem abban tetszik, hogy lehet velük dolgozni. Tehát, hogy én nagyon szeretem, most, hogy elkezdtük, nagyon szeretem az edzéseket, tényleg lehet velük dolgozni, lehet őket terhelni. Én úgy látom, hogy mindenki jobb játékos szeretne lenni, tehát nekem ez is az elsődleges célom, hogy nem csak az, hogy most kitűzzük a célt, hogy jussunk 8-ba, tehát például ne úgy jussunk 8-ba, hogy a Deal dob egy 30 pontos átlagot, bevisz minket a 8-ba, hanem én úgy szeretnék 8-ba kerülni, hogy minden játékos el tudja mondani évvégén, hogy egy kicsit fejlődött. Tehát, hogyha ez a Tóth Norbinak esetleg jövőre a válogatott kerettagság, a Kovács Petinek esetleg egy sokkal nagyobb szerződési lehetőség akár Pécsen, akár másik csapatban, tehát ilyen apró dolgokon is meg lehet figyelni. Ugye múlt héten kezdtük, most szerintem ma délután pont pihenőjük van, de szerintem jól jön nekik, mert kívülről nézve se könnyű, amit csinálnak. Nagyon sokat segít nekem most Bauman Norbi és Gáspár Gábor. A Bauman Norbi az erőléti dolgokra figyel, a Gáspár Gábor ő meg az atlétika pályán segít nekünk összerakni a dolgokat. Úgyhogy most így szépen ezt a nyarat egy ilyen 4 fős stábból oldjuk meg. A Norbi az marad velünk egész évre, ő lesz a felelőse az erőlétnek, mert én azt mondom, hogy ha meg tudjuk oldani, akkor mindenki maradjon a saját területén. Tehát én is meg tudnám oldani velük, csak ez nem az én területem. Nem is szeretnék nagyon beleokoskodni. Én úgy érzem, hogy gyorsak, erősek leszünk. Tehát ez a két dolog, amit tudok ígérni. Az, hogy be tudjuk-e dobni a labdát a gyűrűbe, az még lehet a rutintalanság is, meg a fiatalság rovására is, de pont ezért szeretnék egy stabil védekező csapatot, aki abból gyorsan fog játszani. Na igen, ez a védekezés, ez nagyon fontos dolog. Más Panthersre számíthat a közönség? Más taktikát agyaltál ki itt a nyári szünet alatt? Vagy más? Hát nem nagyon kellett kiagyalnom, mert más lesz a csapat. Tehát ha most azt nézem, hogy ugye tavaly mindenki azt mondta, hogy alacsony szerkezetű csapat vagyunk, ami így is volt, de mégse voltunk gyors csapat. Tehát nagyon érdekes, hogy egy Tóth Norbi volt egyedül már a végén center, de mégse arról voltunk híresek, hogy szétrohanjuk az ellenfelet. Ugye védekeztünk, kivédtük, nem védtük ki, fölmentünk, és bíztunk abba, hogy a Csíró vagy a Bem megoldja a dolgokat. Ugye most is lesz teher a külföldieken, mert hogyha valami gáz van, akkor nekik lesz az elsődleges feladatuk, de én jobban csapatot szeretnék, sokkal jobban szeretném forgatni, beépíteni a fiatalokat, amit évközben nem lehet. Tehát egy évközben átvett csapatnál nem lehet nagyon új dolgokat csinálni, főleg úgy nem, hogyha két ilyen meghatározó sztár külföldi játszik a csapatba. És most az elejétől kezdve szeretném azt, hogy egy erősebb védekezésből, egy stabilabb védekezésből sokkal jobban rá szeretnék menni a védekezésbe és a taktikára. Amire mondjuk lehet, hogy a tavalyi külföldiek nem is lettek volna vevők. Meg se próbáltam, nagyon profik voltak, de ha az elejétől kezdve csinálunk valamit, akkor az elejétől kezdve érti meg valaki azt például, hogy a védekezésben mi lesz a feladat, és ezért ugye fiatal csapat lesz. Tehát arra nem lehet fogni, hogy nem tudunk futni, nem tudunk ugrani, mert olyan szerintem nem lesz. És mondom, nekem ez az álmom, hogy jövőre egy ilyen csapatot kap a közönség, amelyik mindig ugyanazt fogja hozni. Egy agresszív, kemény védekezésből egy gyors játék. Ha esetleg ez nem sikerül, akkor még mindig ott lesz a 3 külföldünk, Tóth Norbi, Kovács Peti, akikre hárul az a feladat, hogy a felállt védelem ellen elvigyék a dolgokat. Az új emberekkel kapcsolatban csak a légiósokról beszéltünk, de ha jól tudom, akkor a magyar mag is kiegészült játékosokkal. Igen, a Peacból átjött a Csernák Ádám és a Horváth Balázs. Ők is még az U23-as csapaton belül is vannak. Tehát nagyon fontos lesz az is, hogy jövőre az U23-as csapatunk, aki idén a 4. helyen végzett, az megerősödik most 3-4 emberrel. Tehát érkezett még a Bödör Bence az Alegerszegről, egy nagyon tehetséges U20-as válogatott játékos centerposzton, és a Benőcs Dávid érkezett Tiszaújvárosból, ő inkább 4-es posztos. Ők mind-mind tudnak játszani az U23-as bajnokságban, tehát azt is szeretnénk idén komolyan venni. Nekik az is egy ugyanolyan fő verseny lesz idén, mint hogy a felnőtt csapatba besegítsenek akár 5-10-15 percre. És
sikerült megállapodni újra a Csabai Ádival, tehát ő is visszatér a csapathoz, mind idézőjelben rutinosabb játékos, és pont a holnapi napon kezd el velünk edzeni Nagy Krisztián. Neki is lesz egy kéthetes próbajátéka, ő is négyes posztos játékos, róla annyit kell tudni, hogy Nyíregyházában volt most az elmúlt években, ott kapott egy olyan 10-12 perces átlagidőt, úgyhogy megpróbáljuk. Azért is kell center posztra játékost hozni, mert Ignác Dávid nem lesz velünk az elejétől, kiment Németországba dolgozni, és most közölte velünk, hogy ő kint szeretne egy ideig maradni, és a Lepsényi Ádámnak megint rakoncátlakodik a térde, úgyhogy valószínű, hogy kell a center posztra az erősítés. Mire lesz képes szerinted, Gábor, ez a csapat a következő szezonban? Ez ugye a célkitűzés nem változott, az első 8, és azon belül pedig a legjobb helyezés. Hát most ugye a másik oldalát, hogyha megközelítem, akkor nem igazából tudjuk, biztos, hogy lesz megint. Ugye Szolnok kiesésével ő az csak az Adria Ligába, és majd a rájátszásba visszatérve a többi csapatról, a Paksról tudjuk, hogy erős lesz. De nem tudjuk a Kecskemét, ugye nincsen, hogy milyen csapatok lesznek, de én tényleg azt mondom, hogy első 8 és azon belül a legjobb helyezés. Mennyire figyelitek egyáltalán a rivális csapatokat? Hogy... Hát én figyelem fokozatosan, tehát én azt mondom, hogyha... Mindjárt ott le kell szögezni az egészet, hogy ugye az összes ellenfelünk, aki lesz Kaposvár, Jász, Berény, Szeged, akár lehet a Falkó, Sopron, ezek a csapatok, akikkel ott együtt voltunk a tavaly évben is, ők már csak azt nézem, sokkal több pénzből is gazdálkodhatnak. Ők sokkal ismertebb játékosokat tudtak igazolni. Tehát amit követem most, hogy a Kaposvár is nagyon beerősített, a Jász Berény is most újra vett 6-7 új játékost, vett 2 vagy 3 honosított szerbet, tehát azt mondom, hogy minden ellenfelünk beerősített. Tehát én kiegyensúlyozott bajnokságra számítok, nagyon fontos lesz, hogy tudunk-e idegenben mérkőzéseket nyerni, végülis azok juttattak be minket tavaly a 8-ba, viszont a körmend lehet, hogy meggyengül, úgyhogy nem lehet tudni. Most így a jelenlegi igazolások alapján szerintem lesz egy 7-8 egyforma csapat, szerintem az Alba, Paks, Sopron nagyon beerősített, nem lehet még így előre. Ami nagyon fontos, amikor láthatja a szurkolótábor a kedvenceit először pályán, terveztek edzőmérkőzéseket, lesz-e bármiféle torna itt Pécsen, bárhol máshol az országban, ahol szerepel a pécsi csapat? Hát torna Pécset nem várható, viszont egy tornán Horváth Zoltán emléktornán ott biztos szombathelyen részt fogunk venni. Edzőmérkőzések azok lesznek Bonyháddal, Kaposvárral, Eszékkel, ezekkel mind oda-vissza, ezeknek az egyeztetése az folyamatban van még. Néhány időpont konkrét az megvan már. És akkor utána október 6-a a bajnoki rajt majd. És a légiósok, ha jól tudom, akkor csak szeptemberben. Igen, augusztus végén, tehát a hónap végén, szeptember elejétől, szeptember elsejétől csatlakoznak majd a csapathoz. Ez mennyire nehezíti a munkát egyébként, hogy később kapcsolódnak be? Nem jelent problémát? De, mindenképp problémát jelent. Ugyanis, hogyha mondjuk tudnánk, hogy a felkészülés elejétől itt vannak, akkor én is tudnám, hogy folyamatosan kapják ők is azt a terhelést, amit a csapat többi tagja, plusz már előbb el lehetne kezdeni edzőmérkőzéseket játszani, mert ugye most szeptemberig egy edzőmérkőzést beterveztünk augusztus 30-ára vagy 31-ére, a Bonyhád ellen játszunk, de ugye csak magyarokkal, tehát pont azért is a Bonyháddal próbálunk, aki élcsapatnak számít a B csoportban, mi is csak magyarokkal megyünk, mert a magyar játékosoknak is kell ebbe az edzés monotonitásból egy kiszakadva egy mérkőzés. Utána 6-án, ami fix időpont, azt tudom, hogy a Kecskemét jön egy edzőmérkőzésre, de azt mondom, hogy ez a 10 vagy 11 edzőmérkőzés van betervezve, hogyha ezek összejönnek így az időpontok alapján, akkor ez elég kell, hogy legyen. Nem, már csak azért is, mert a többi csapat is így működik. Tehát szeptember előtt sehol nem lesznek ott a külföldiek, és senki nem fog addig edzőmeccset játszani, tehát ez így arányaiban majdnem minden csapat ugyanannyi edzőmérkőzést fog. Van, aki több tornára megy, de ilyen 3 napos tornákat meg én soha nem tartottam
tehát én azt, annak vagyok a híve, hogy két meccs maximum egy hétvégén, mert a háromból egy az úgyis az használhatatlan, tehát az értékelhetetlen. Hát akkor további jó munkát nektek, és akkor köszönjük. Ígérem, hogy rajtatok tartjuk a szemünket. Jó munkát, és akkor tényleg sok sikert a következő szezonban. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportfórum. A héten találkozunk még holnap és holnap után is. Addig is minden jót, viszontlátásra.